Üdvözlök mindenkit, Necrogrim vagyok, és hogyha már kértétek, akkor én lefordítom nektek az összes Burn kártyát, hogy meglegyen magyarul is, és nem nagyon is tökölnék bele és vágnék az egészbe, kicsit fogunk beszélgetni ugye a ritkásabb Burn kártyákról, és hogy tudsz utána nézni, hogyha valamelyik Burn kártyát szeretnéd magadnak megnyerni, akkor mit kell csinálj vele. Na, de vágjunk bele a lecsóba. Itt van az első például, ugye erősebb gránátokat rak be a robbanó anyagot helyre, tehát lehet, hogy C4 van nálad, de ha ezt kiválaszt ezt a burn kártyát, akkor alapjállaton gránát lesz nálad, úgyhogy ne lepődj meg, hogyha éppen C4-ezni akarsz, egy gránátot fogsz eldobni, de az a jó, hogy amint eldobod, föl is robban. Úgyhogy, ja, ez a erősebb EMP gránát lesz gyakorlatilag, ugye ez megöli egyébként a botokat is, úgyhogy a pilótákat csak elég jól megzavarja, de a botokat egyébként ki is tudja végezni. Nos, ugye erősebb automata pisztoly, ez elég jó mok olyan, mint a G11 volt MV2-ben, szokább annyira OP, hogyha megkapod, jó vele játszani egyébként, érdemes kipróbálni. Ugye megint csak erősebb Hammond nevű fegyver, másodlagos fegyver, ezzel is jó egyébként, jók a pisztolyok a játékban, szerintem hamarosan is ráállok az ilyen mókázásra, csak pisztoly, meg csak C4, stb. De a pisztolyok egyébként jók, és ezeknek az erősebb változatai azért elég komoly sebzést tudnak okozni. Megint csak MK5 Smart Pistol, hát aki szereti a Smart Pistolt és tudja, hogy azzal mennyire lehet trükkösen játszani, és végül is jó játékot lehet vele elérni, de annak az erősebb változatát imádni fogja, hogy úgy mondjam. Erősebb SMG, ezek egyébként jók, és mivel hogy erősebb SMG, így aztán hosszabb távon is elég hatékonynak lehet vele lenni, de középtávon halálos, tehát gyakorlatilag shotgun ellen is simán van esélyed. Erősebb shotgun, de nem hogy csak erős, nem is csak erős, nem erősebb, bocsánat, hanem automata lesz, ezáltal adva azt a dupla erejét, azért elég epikül tudja beadni ezeket a killeket egyébként, szóval hogyha van nálad egy ilyen shotgun, eléggé megállíthatatlan leszel, hogy úgy mondjam, hogy elég ügyes vagy, hogy megfelelő hatótávon belül kerülj az ellenfél pilótájához, hát nem igazán van esélye annak, hanem a automata shotgun ellen azért eléggé komoly. Nos, itt van ugye az alap karabély, erősített változata, nagyon jó, nagyon hatékony, hosszú távon, középtávon, rövid távon, hogyha ezt megkapod, úgyhogy használjátok ki. Rögtön a játék elején kapcsoljátok be a burn cardot, mert akkor lesz igazán jó a buli. Tehát amint benn vagytok az űrhajóban, rányomtok egy B-re, kiválasztjátok mondjuk ezt a fegyvert is. Itt van az LMG, na ez aztán egy elmebeteg fegyver, tehát ez a nagypapa, most nem próbálgatom így az alapverzióját, volt szerencsém kipróbálni a másik verzióját is, hát megállíthatóan gyilkológép leszel ezzel, tehát már nem is rángat annyira, mint az alap a játékban, és még rá van dobva egy kis sebzés is, tehát ez így what the fuck, és így végigmész mindenki egyébként, nagyon, nagyon durván jó a Stuker. Nos, itt van olyan DMR csipák, ez egyetlen, ami nem egy shot kill a csipák között, úgyhogy most már az lesz, szóval ennyi a lényeg az egésznek, úgyhogy ja, és adnak rá valami sonar scope-ot, eddig egyszer játszottam csipával, úgyhogy ne arra vagyatok, hogy annyira nem vagyok benne járatos, de hamarosan rá fogom vetni egy kicsit magam arra is. Ugye itt van a Karaber OP Sniper, ez egyetlőz egyetől, de emellé robbanó lőszereket is kapsz, úgyhogy ha eddig nem volt hatékony, akkor most már biztos az lesz. Akkor itt vannak az antititán fegyverek, ugye ez a kis gránátkilövő. Én mindig azt mondom, hogy érdemes például ezeket kihasználni, szóval ne menj el mellettük, hogyha látod a burn kártyákon, csak megfelelő időben kell őket aktiválni. A rakétavetős peszk annyira nem szeretem, hiába sem ez nagyon, de lassú. Szóval, ja. És itt vannak ugye a többi antititán fegyver. Ezek mind az erősebb változatai a bizonyos antititán fegyvereknek, úgyhogy érdemes őket használni. A lassúakat annyira nem, mert eléggé pörög ahhoz a játék, de nagyon sebeznek. De viszont ha a kicsikkel jól megszorod a titánt, ugye biztosan észrevetétek, mert
időt spórolsz a következő titánod idejéből, szóval már találatért kapsz jó sok másodpercet, le lehet vonni a következő titánod érkezéséig, úgyhogy ne hanyagold azt, ne bujkálj, amikor a titánok vannak a pályán, menj oda és sorozd meg őket, és már is beírhatod a következő titánodat. Nos, aktív camo, itt jönnek az érdekesebb burn kártyák, ugye? Aktív camo, replace pilot, tactical ability, longer lasting clock. Tehát mindegy, hogy milyen különleges képessége van a pilotádnak, hogy futás, vagy a VH, a diszkófények, ahogy én hívom, vagy éppen ugye a láthatatlanság tévő, ez a burn kártya, a kiválasztod, az adott kör erejéig hosszabb láthatatlansággal fogja biztosítani a pilótádat, viszont amint lősz, ez is eltűnik, úgyhogy ezzel óvatosnak kell lennie, de egy kör alatt, tehát amíg meg nem halsz, addig ezt tartani fog és ki tudod használni. Nos, Ghost Quad, ez nagyon jó. Permanent cloak is pilot in addition having your pilot tactical ability. Na, ez annyit tesz, hogy helyből láthatatlanul indulsz és láthatatlanul is maradsz, ha jól tudom, még nem próbáltam ki. Szóval ennyi a lényeg, tehát láthatatlan leszel és láthatatlan is maradsz. Egyébként, amikor lősz, azt viszont nem tudom, mert nem volt szerencsém kipróbálni. Még ezt a kártyát megvan, de valahogy nem éreztem kényszerét, hogy berakjam, mert voltak ott sokkal hasznosabb kártyák is, hogy úgy mondjam. Nos, Faster Pilot Movement Speed, ez annyit tesz, hogyha ezt bekapcsolod, érdemes játék elején bekapcsolni, akkor alapjáraton az alapmozgása a pilótádnak gyorsabb lesz. Ez viszont hasznos például, hogyha rámegyünk arra az első killekre játék közben, de nem is arra az első killekre, mert elmenni a pályákon ahhoz a bizonyos pozícióhoz, ahol meglephetjük az ellenfél pilótáit, és nem ugye szembe futunk velük, hogy netán elbukjuk azt az első kill-t. Ugye a Titanfallban az első kill azért lényeges tud lenni. Ez a Smuggle Stimulant, ez annyi, replace tactical ability with a longer lasting steam, ez annyi, hogy nem a hosszabban láthatatlanság, hanem a hosszabban gyorsabb futás, tehát még több ideig fogsz tudni gyorsabban futni. Számomra ez egy személyes kedvenc, nem csak mint burkártya, hanem mint a képesség is a pilótának, mivel hogy én így tudok nagyobb taktikai előzni, hogy gyorsabban érek oda arra pontra, mint a többiek, ezáltal ők meglepődnek. De azt kell mondjam, hogy jó fegyver ellen a láthatatlanság, csak hogyha jó fel van húzva a géped magnografikára, akkor látod a láthatatlant is, hogy úgy mondjam. Nos, itt van ez az Adrenaline Transfusion. Ez annyit tesz, hogy amíg meg nem halsz, akkor gyakorlatilag folyton pörögni fogsz, tehát folyton gyorsan fogsz mozogni. Amit nem tudok, mivel még ezt sem próbáltam ki, ez olyan, mint a Ghost Squad, hogy emellett tudod-e használni a másik képességedet, és van egy olyan érzésem, hogy igen, tehát hogyha ez be van, akkor fel vagy pörögve, plusz még mondjuk láthatatlan is tudsz lenni, ha az a különleges képességed, szóval az azért elég beteg tudna lenni, de még őt például én még nem próbáltam. Itt van a Spider Sense, az annyit tesz, hogy van egy hallható jelzés, hogyha az ellenfél ott van melletted. Na most én eddig mindig ilyen lehalkítva játszottam a játékot, és sem olyan hangerő, hogy ezt halljam, de minden bizonnyal ott van. Viszont egy jó tanács ezzel kapcsolatban, hogyha ellenfél van körülöttetek, a botok már is bemondják, hogy enemy pilot on the site, vagy I lost the enemy pilot from the site, tehát valami olyasmit, mindig oldalról valamit benyögnek a botok, tehát engaging enemy pilot, stb. És ha figyeled a botokat, milyen irányból lőnek, nagyjából a pilóta irányából lőnek, és azért könnyen megtalálhatod azt a bizonyos pilótát, úgyhogy ez a Spider Sense egyféle módból jó is, meg nem is, na, hogy úgy mondja. Én még egyszer nem hallottam azt a bizonyos hangot, de mondom, azért még nem játszottam olyan hangosan a játékkal sem, hogy igazán rá figyeljek. Én mindig többnyire a botokat figyelem, mert hangosabbak, hogy úgy mondja. Tehát kimondják, hogy ott a pilóta, és akkor arra fordulok, és ott van, szóval jó is, meg benne nem is, biztos van, akinek ez jó.
Nos, ez egy jó dolog, ez a Packet Sniffer. You automatically generate active radar pulse per day. Na, az annyi van, hogy ez kilő egy ilyen radar, egy ilyen szonárt belőled, és akkor így egy ilyen pár másodpercig átlátsz a falakon. Na, ez ugye egy tapasztalt játékosnak annyi is kell, tehát egy 2-3 másodpercig látni fogsz mindent a falakon keresztül, és már tudod, hogy merre kell elindulnod. A következő Aural Implant, Replace Pilot Tactical Ability with Longer Lasting. Na igen, ez nagyon móka. Ez gyakorlatilag folyamatosan löki a különböző radar impulzusokat, és így lát minden falon keresztül. Nem kell hozzámondani semmit, azt hiszem, szóval ez ilyen no. Néha zavaró egyébként, mert hogyha közel van hozzád az elefő, meg akkor is látod a csontvázát, és akkor egy kicsit zavaró tud lenni, de amúgy jó a cucc. Ez az Echo Vision, ez az Active Radar Plus, Permanently Active, ja, ez ugyanaz, ami a Ghost Squad volt, és az a Longer Lasting Steam-es dolog, gyakorlatilag helyettesíti a különleges képességedet egy ilyen radarral, tehát gyakorlatilag VH lesz, ami hosszabb ideig tart. Satellite Uplink, ami elég jó dolog, minden tizedik másodpercben látni fogod a kis térképen az ellenfél mozgását. Szóval ez is egy elég hasznos dolog, mit ne mondjak, szóval a minimap gyakorlatilag nagyon mentő tud lenni Titanfallon belül. Map hack, full minimap vision, nem kell erről semmit sem mondani, ugye gondolom. Látjátok folyamatosan az ellenfél pilótáit, de folyamatosan, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Double Agent nagyon hasznos, azt kell, hogy mondjam. Az ellenfél botjai, spectrai és autótitányai, továbbá a pályákon lévő ágyuk le fognak szarni, magyarul. Tehát nem fognak veled törődni, nem fognak rád lőni, elképesztően hasznos tud lenni. Ezt szeretem, ezt a bőnkártyát. Conscription, maybe friendly guards fight for you, their kiss comes to early score. Na, ez a conscription, ez az, hogy a botok, tehát a gruntsok, nem a spectrék, sajnos, érted, fognak harcolni azok, akik a közeledben vannak. Mondhatni azt is, hogy jó is, mondhatni azt is, hogy nem. Pár másodpercet néha, ha eltalálnak valamit, akkor az beszámít neked, de mivel annyira pöröksz a játékban, nem tudsz sokat mellettük lenni, úgyhogy gyakorlatilag mindegy is, hogy használod is, vagy sem, de lehet, hogy két másodpercet megsporolnak a titánonon, de nem olyan nagy szám a kártya, hogy összetelek. Wi-Fi Virus, na ez viszont jó, automatikusan minden spectrét befog, és érted, fognak harcolni, úgyhogy tehát gyakorlatilag meghekeli körülötted az összes spectrét, ami nem rossz, mert ezek a botok, ezek azért viszonylag erősebbek is. Nos, Massive Payload, ugye ez annyit tesz, hogy amikor evakuálsz a titánodból, akkor fel fog robbani. Ugye nukleáris robbanást okoz, ez van rendesen is a titánodban, de a burn kártyával ezt még így elérheted, ha netán éppen nincsen berakva a titánodnak, akkor lesz egy nagy nukleáris robbanás, úgyhogy ne válaszd akkor, amikor a titánodnak eleve be van rakva a nukleáris robbanás. Nos, ezek ilyen jó dolgok, ez a Supercharger. A titánodnak, a titánoddal már úgy indulsz, hogy a speckó képessége, a Core Ability, mondjuk az Atlasnál a damage core már eleve úgy indul, hogy be van kapcsolva, hadd ne mondjam, mennyire hasznos tud az lenni. Szóval a rematch, a személyes kedvenc kártya, Respawn where you die, tehát gyakorlatilag ott életsz újra, ahol meghaltál, hát ne is kell mondjam, hogy lelő az ellenfél, elmegy tovább, son szépen oda felspawnolsz, hátba lövöd, kész, el van döntve, ez egy nagyon jó kártya, ez ki van találva okosan. Spectre Camo, elképesztően nagyon durván jó burn kártya,
olyan masszívan leszarnak a játékosok, mikor ezzel mászkálsz a pályán, már azt hiszük, hogy ilyen robot vagy. És a robotok mozgékonyabbak, eleve föl-föl ugrálnak háztetőkre, épületekbe megfelel őket mindenhol, úgyhogy nem nagyon törődnek veled a pilóták, viszont iszonyat meglepetés éri őket, amikor lelövöd és gyakorlatilag nem tudják, hogy mi a franc történt a pályán. Elég rare bird kártya, hogy úgy mondjam, hogy nehéz megszerezni is. Decisive action. Ez azt mondja, 40 másodperccel le van rövidítve a különleges képessége a titánodnak, hogy úgy mondjam. Ennyi, semmi extra. 80 másodperccel van le rövidítve a titánod különleges képességének az ideje. Ez is jó dolog. Outscore, earn extra build time and titan core charge reduction during combat. Na, ennyi, hogy ezt ha behívod, mondjuk meghalsz, behívod, akkor még-még gyorsabban fogod a titánodat felépíteni, tehát még hamarabb kész lesz a titánod, továbbá a core képessége is hamarabb kész lesz. Dupla XP, ugye, akkor scoring hits on grant, earn extra XP. Na, ez viszont egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasznos kártya. Ez annyit tesz, hogy ha lelövöd a botokat, akkor extra XP-t kapsz, és továbbá ez csökkenti még jobban az időt, ami kell a titán felépítéséhez. Nagyon jó kártya. Én nem szoktam a botok mellett elmenni a pályán, majd egyszer elmondom egy videóba, hogy miért, illetve hamarosan feltöltöm azt is. Nos, Urban Review, a scoring, ez ugyanaz, hogy hogyha a specs-eken, tehát a robotokon csinálod meg azt a bizonyos sebzés, dupla XP, és ez is csökkentve duplán az építési időt a titánodon. Nos, Most Wanted, a pilótákon elért sebzés, extra XP és építési idő ugye a titánra, akkor tehát egy Savage. Ugyanez a titánokkal, hogyha gyakorlatilag már, hogyha sebzed a titánt, akkor dupla XP és kevesebb idő, amíg megépül a te titánod. Egy nagyon ritka kártya egyébként, hogy helyből úgy indítod a játékodat, hogy egy atlasszal, nem kell mondani, hogy mennyire nagy előny ugye helyből egy titánnal indítani a játékot, mire a többiek behívják, addigra te már 10 készriket is összeszedhetsz, ha elég jó vagy. Úgyhogy azért ez nagyon ritka kártya. Az elérési metódusa pedig, hogy rá kell ejtened a titánodat az ellenfél titánjára, és akkor megkapod. Úgy indítasz, hogy 30-ért kapsz egy Stridert, 50-ért kapsz egy ogrét, az Atlas nem tudom. De azt mondom, hogy 30-ért Strider, és 50-ért egy ogre. Hogy tudod ezt könnyebben megcsinálni? Úgyhogy van egy olyan kis különleges képesség a játékban, hogy Warp Fall, gyorsabban fogja ledobni a titánodat, és akkor el tudod érni. Úgy viszont nem annyira vészesen nehéz, de kilódni fogsz vele. Ugye itt van a ogre, és itt van a Strider, mindannyian nagyon nehéz őket elérni, hogy úgy mondjam. Nos, ennyi lett volna az összes burn kártya, remélem hasznos volt a videó, és így most már tisztában látjátok a dolgokat, hogy hogyan érhetitek el azt, hogy megnézzétek, hogy milyen kártyára van szükségetek, vagy milyen kártyát szeretnétek. Ahhoz bizony el kell mennetek a játékban a Challenges című kis menüpontra, és ott meg tudjuk nézni a dolgokat.